Október 2-án a választók voksait több mint 10 000 hazai szavazókörben összesítik, 105 külképviseleten és levélben is lehet szavazni. Szeptember 30-án pénteken 16 órakor zárul a szavazási névjegyzék, a mozgó urna iránti kérelmeknek is eddig kell megérkezniük a helyi választási irodákhoz. A kérelmek online is benyújthatók. Finisben a kampány, ahogyan ígértem, dr. Vinnai Győző országgyűlési képviselővel beszélgetek. Jó estét kívánok! Jó estét kívánok! Köszöntöm a televízió nézőket! Nem nagyon volt az elmúlt napokban, hetekben jósolgatás és latolgatás, esélylatolgatás a tekintetben, hogy eredményes és érvényes lesz a vasárnapi népszavazás, hogyan látja a kormányzó párt? Latolgatni én se szeretnék, hanem inkább arra szeretném fölhívni a nyíregyháziak és a megyében élők figyelmét, hogy a népszavazásnak nagy a tétje, hiszen jövőnkről van szó. Azért a jövőnkről van szó, mert 40-50 évre eldőlnek a dolgok, hogyha mi magyarok meg tudjuk védeni a határainkat az illegális bevándorlókkal szembe, akkor védjük Európa határát, az Európai Unió határát is, hiszen a schengeni követelményeknek teszünk eleget, és ne felejtsük el, hogy Magyarország kezdeményező ezen a területen a visegrádi négyekkel együtt, mert egy irányba gondolkodik ez a négy ország, sőt azt is mondjuk, hogy a határokat délebre kell tolni. Tehát nem a magyar-szerb határon kell az illegális bevándorlókat feltartóztatni, hanem Görögországnak kellene ezt megtenni, vagy a macedón-szerb határa, vagy a macedón-görög határa tolni ezt a kérdést, csak Görögország nem teljesíti uniós követelményeit, ráadásul a bolgár-török határt is érdemes megerősíteni, hiszen Törökországgal van egy megegyezés, de nem lehet tudni, hogy ez meddig tart, ugye, és ott is több millió menekült, vár arra a pillanatra, hogy elindulhasson Európa irányába. Tehát szerintem a veszély nagy, mert Európa egy civilizációs válsággal néz szembe, azzal néz szembe, hogy milliók indulhatnak el, csak 2015-ben 1,5 millió illegális bevándorló érkezett Európába. Azért mondom, mert válasszuk ketté azt, hogy menekült és illegális bevándorló vagy migráns, mert a menekült, hogyha egy polgárháborús helyzetből jön és valódi menekült, az regisztrál és egy biztonságos országban kapja meg a menekült státuszt, de hogyha Magyarországig eljut, akkor több biztonságos országon át kell jönnie. Például Szerbia is ilyen, hogy csak egy példát mondjak. Tehát ezért nekem személy szerint, és szerintem a magyar kormánynak, a parlamenti képviselőknek, kormánypárti képviselőknek is azzal van problémája, hogy regisztráció nélkül, illegálisan ránk törve az ajtót, a jobb élet reményében jönnek Európába. Mikor Magyarország kinyilvánította azt, hogy mi nem így akarjuk megoldani sem a demográfiai problémánkat, sem a munkaerő problémánkat, hanem a magyar családok segítésével. És nem szeretnénk kockára tenni azt a rendszert, ami kiépült. Jó, tudom, lehet, hogy azt mondják, hogy nem Magyarországra jönnek, de hát 400 000 ember ment itt 2015-ben rajtunk keresztül. Gondoljunk csak a keleti pályaudvar melletti képekre, vagy éppen a déli határainkon kialakult helyzetre. Ugye a migráns válság miatt egész Európára nyomás nehezedik, már egy jó ideje ön szerint Európa menekült politikája, és akkor beleértve a vezető országokat változott az elmúlt időszakban. Hát az a probléma, hogy az Európai Unió hibát hibára halmoz. Tehát először meghívó levelet küld, hogy jöjjetek, hiszen Európa itt áll nyitva előttetek, gondolok itt ugye a németországi bevándorláspolitikába, de azért az utóbbi időben változást érzékelek, hiszen maga Angela Merkel, német kancellárasszony mondta azt, hogy szeretné visszaforgatni az időkerekét. Csak hát az a probléma, hogy az időkerekét nem lehet visszaforgatni, tehát már ő is azt sürgeti, hogy meg kell védeni a határokat, és regisztrációra van szükség. Sőt, hát szerintem a kedves televízió nézők is tudják, hogy Ausztriában kerítést építenek, Norvégiában kerítést építenek, tehát vagy megvédjük az országot egy ilyen támadással szemben, hiszen a törvényeinket be kell tartani, hiszen ez az áradat, mondhatnám azt is népvándorlás, amely Európát eléri, veszélyezteti a kultúránkat, veszélyezteti a vallásunkat, veszélyezteti az európai vagy a magyarság identitástudatát, és én azt gondolom, hogy nekünk az a kötelességünk, hogy megvédjük ezt, és a magyar emberek biztonságát helyezzük előtérbe.
Visszatérve a kérdésre, a konkrét válaszom, hogy az Európai Unió, akár az Európai Parlamentről, a Tanácsról, vagy az Európai Bizottságról beszélünk, tehát hibát követett el, egy hibás politikát folytatott, most pedig szeretné szétteríteni ezt a problémát, mert ezzel a kvótával, kötelező kvótával, ami bárki bármit is mond, létezik, ugye ez kiderült, ezzel a kényszer betelepítéssel szeretné az egyes országokba telepíteni azokat az embereket, akik éppen már nem kellenek Németországnak, vagy nem kellene, vagy Angliában már be se engedik őket, és ezzel nem oldja meg a problémát, csak sokkal súlyosabbá teszi, hiszen az elmúlt időszak bebizonyította, hogy ez nem megoldás, növeli a terrorveszélyt, növeli a biztonságnak a hiányát, gondoljunk a környezeti eseményekre. Ezt szerintem a magyar választópolgárok, a magyar emberek tájékozottak ebben a kérdésben, még ha vannak olyan területei Magyarországnak, akik nem találkoztak mondjuk a migránsok vagy az illegális bevándorlók útvonalával, mert a déli határon találkoztak, Nyugat-Magyarországon találkoztak, vagy éppen az M1-esen, amikor gyalogmentek, emlékezünk még ezekre a képsorokra, találkoztak, és emlékezzünk arra, ez egy mai hír, vagy éppen tegnapi hír, hogy bizony-bizony a terroristák, a párizsi terroristák itt voltak Magyarországon. Tehát az, ami megtörtént Párizsban, Nizzában, az megtörténhet bárhol Európában. Ezért nekünk ebből a védelemből egy fikarcnyit sem szabad engedni. Egy eredményes és érvényes népszavazás után mi lehet az üzenet Brüsszel felé? Hát az üzenet Brüsszel felé egy eredményes és érvényes népszavazásnál az, hogy erős kard van a kezünkben, erős felhatalmazást kap a magyar parlament, vagy éppen a magyar kormány, mert szeretném azt mondani, hogy itt nemzeti ügyről van szó. Tehát itt 40-50 évre eldőlnek a dolgok, két generációra. Azért nemzeti ügy, mert ha valaki, és vannak ilyenek, a baloldal vagy politikai ellenfeleink, pártpolitikát akar ebből csinálni, hogy ne menj el szavazni, maradj otthon, mert akkor Európában maradsz. Nem igaz, hamis ez az érv. Vagy éppen, hogy a Fidesznek kedvezel azzal, hogyha elmész szavazni. Nem, ettől sokkal többről van szó, véleményem szerint arról van szó, hogy sikerül-e megvédeni Európát ettől a népvándorlástól, és a biztonságunkat sikerül-e egy magas színvonal szinten tartani, vagy nem sikerül, és ezek az országok problémát fognak jelenteni, és saját állampolgáraiknak is, mert ha ide jönnek a migránsok, akkor a szociális ellátás, vagy éppen a nyugdíjrendszer is veszélybe kerülhet, hiszen el kell látni őket. Azért mondom én, hogy tulajdonképpen minden magyar ember érintett, minden magyar település érintett. Nem csak azzal, és nem riogatva mondva, hogy minden település érintett, hiszen ha a német példát nézem, hogy üres lakásokba telepítik őket, és azt gondolom, hogy a magyar emberek azt mondják, hogy van nekünk problémánk, elég sok itthon, amit meg kell oldani, és ne a települések üres lakásaiba telepítsék ezeket a migránsokat, mert óriási kockázattal jár. Most a népszavazási kampány alatt önök kiemelték a választópolgárok személyes felelősségét a vasárnapi voksalással kapcsolatosan. Miért? Hogy mondjam, a népszavazás az a közvetlen választás. Tehát az élni a demokratikus jogokkal. De persze vannak olyanok, akik ez ellen kampányolnak, én ezt nem tudom elfogadni, nem is tudom megérteni, de a minden állampolgár, minden választópolgár, minden magyar ember végig gondolhatja, hogy mit jelent az ő személyes életében ez a kérdés, mit jelent a családja életében, mit jelent a barátai ismerősei életében, és ennek ismeretében kell meghozni a döntést. Nekünk az a feladatunk, hogy a legtöbb információt mondjuk el, hogy milyen kockázatokkal jár az illegális bevándorlás, és azt is tudjuk, szerintem a magyar emberek többsége támogatja, hogy meg akarjuk védeni Magyarországot, és nem lehet olyan érv, ami erről a politikai, vagy erről az ösvényről, nem is mondom, hogy politikai, mert inkább azt mondanám, hogy lehet mondani, én politikus vagyok, erről a nemzeti kérdésről eltántoríthat, vagy letéríthet bennünket. Vinnai Győző, köszönjük szépen. Köszönöm a lehetőséget.